Mit gondolsz, mennyire fogja korlátozni a közösségi média mindazt, amiről beszéltünk? Remélem, hogy a lehető legkevesebbet, de őszintén szólva nem tudom. Hamiság vagy igazság? Tényleg van klímaválság? Ez a kérdés. Föld vagy emberek? Ez okozhat szegénységet? Igen. És az emberek meghalnak, mert meg kell ölni 7,5 milliárd embert a listán. Nem én vagyok a külföldi. Tudomány vagy napirendi pont? Hogyan keressük az igazságot anélkül, hogy bővítenénk és megkérdőjeleznénk a meglévő tudást? Egy bátor interjú a klímaváltozás új vallásáról. Shalom, Jonathan Dubi, professzor, ülök, hogy itt van velünk ma. Itt vagyunk Jeruzsálemben, a Jaffa kapunál, egy nyüzsgő utcában, hogy mindenki hallja, be tudnál mutatkozni a nézőinknek, kérlek. Köszönöm, hogy meghívtál, és itt lehetek. Mindig öröm Jeruzsálembe jönni. Az elméleti fizika és kémia professzora vagyok az izraeli Ben Gurion Egyetemen. Emellett tagja vagyok a Bengáli Egyetem fenntarthatósági és klímaváltozási iskolájának, valamint a Vancouveri Egyetem nanoszintű tudományok és technológiák iskolájának is. Én vagyok az egyik alapítója az Izraeli Fórum a Racionális Környezetvédelemért nevű szervezetnek, amely alapvetően egy agytrözt, amely a racionális gondolkodást támogatja a klíma, a környezetvédelem és az energia témakörében. Tehát nem vagy klímaszakértő, ugye? Így van, de azért meg kell határozni egy szakértőt. Az éghajlattudomány egy hatalmas dolog. Nem vagyok légkörtudós, nem foglalkozom felhők dinamikával, vagy ilyesmivel. Én elméleti fizikával foglalkozom. Amiből élek, az az, hogy megnézem a fizikai rendszereket, a természetes rendszereket, modelleket készítek ezekre a rendszerekre, általában matematikai modelleket, aztán összehasonlítom a kettőt, és megpróbálom elmondani, hogy megértsék a valós rendszer lényegét matematikai modellemmel, és ebben elég jó lettem. Az elmúlt 20 évben ezt csináltam. Emellett a napelemek és az energiaszállítás fizikájában is jártas vagyok, konkrétan ezzel foglalkoztam az elmúlt 10 évben, mind a tudományos életben, mind az iparban, és ezek azok a készségek, amelyek a témához, az éghajlat, a környezet és az energia témájához keretet fog adni. Néhány hete az volt a címlapon, hogy Pakisztán egyharmada víz alatt van. Soha nem látott számú földrengés, vulkánkitörés történt. Amikor nemrég Londonban jártam, azt mondták, hogy a hőmérséklet rekordmagas, az aszfalt olvad, és ez úgy hangzik egy átlagember számára, mintha néhány héten belül végünk lenne. Vége lenne? Most tényleg klímaválság van? Ez a kérdés. Először is meg kell értenünk, hogy a válság nem egy tudományos szó, hanem egy szó az emberi tapasztalat világából. Tehát, amit tennünk kell, amikor a tudományos tényekkel, a bizonyítékokkal és az adatokkal foglalkozunk, meg kell próbálnunk számszerűsíteni, hogy mit értünk válság alatt. Először is gondoljuk végig, hogy mit tudunk. Nos, azt tudjuk, hogy a Föld hőmérséklete emelkedik. A Föld egy hatalmas hely, a világ egy nagy hely. Nincs megfelelő hőmérséklete, hanem változik. A hőmérséklet változik nappal, éjszaka, télen, nyáron. A Föld különböző helyein más és más a hőmérséklet. Most a Bibliát idézett, mert a Teremtés könyvében az áll, hogy amikor Isten teremtett nappal és éjszaka, volt hideg, meleg, tél és nyár. Ezt csak idézted. A bizonyítékok alátámasztják ezt. Tudom, hogy kitalálhatsz egy átlagos számot, figyelembe véve mindenféle dolgot, és megkérdezed, hogy mi történt ezzel a számmal. És amennyire az adatokból tudjuk, ez a szám valóban emelkedett az elmúlt 120 év alatt. Kb. 11,1
Celsius fokot emelkedett. Ez egy olyan válság, ami nem egy jól körüljárható kérdés, igaz? Mert alig érezzük ezt az életünk során, mert a változás olyan lassú, egy fok 100 év alatt. Nem igazán érezzük személyesen, ezért statisztikára van szükségünk. Tehát próbáljuk meg számszerűsíteni a válságot. Mi a legrosszabb dolog, amit történhet? Az emberek tengerszint emelkedésről beszélnek. Ez a legnagyobb aggodalom. Ez elképesztő, mindig mutatják a gletszerek, jéghegyek olvadását, ez az, amiről beszélünk. Igen, láttunk éppen Manhattanről, amikor víz alatt van, Hollywoodban látunk filmeket, de amit az adatok mutatnak, és elég jó adataink vannak a tengerszint emelkedéséről, az két dolog. Ha megnézzük a tengerszintet, a tengerszint magasságát, két dolgot látunk először is. A tengerszint folyamatosan emelkedik a 19. század közepe óta, tehát jóval azelőtt, hogy az ember elkezdett volna bármit is kibocsátani a tengerbe, ez az 1800-as évek, 1850-70-ben, mikor kijöttünk a kis jégkországból, Európa befagyott, és ahogy Európa elkezdett fagyosodni, a tengerszint emelkedni kezdett. A tengerszint emelkedése két dolognak köszönheti. Az egyik az óceánok hőtágulása, a másik a jéghegyek olvadása, és ez folyamatosan emelkedik. Függetlenül attól, hogy mit csinálunk, mert ez már jóval ezelőtt elkezdődött, hogy mi bármit is kibocsátottunk volna. Másik dolog, amit megtehetsz, hogy megnézzük a tengerszint emelkedésének a mértékét. Ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a tengerszint emelkedés az elmúlt 100 évben 3 milliméter évente, ami 3 centimétert jelent egy évtizedben, ami kicsit több, mint egy hüvelyk. 30 centiméter egy évszázadban, ami 22 hüvelyk egy század alatt. Egy évszázad alatt. 22 cm egy évszázad alatt, 100 év alatt. Ez nem egy azonnali katasztrófa. Csak tudod, valami, amit figyelembe kell venni. Építs egy kis tenger falat, vagy tegyél néhány homokzsákot az óceán partjára, és kész vagyunk. Van példa olyan nemzetekre, amelyek ezt elég könnyen kezelték. Hollandia évszázadok óta víz alatt van. Alapvetően csatornákat, partfalakkal oldották meg a problémát. Ez egy egyszerű technológia. A dagályok miatt Hollandia területének 50%-a víz alatt van, és 1953 óta nem volt árvízi áldozatuk. Ez nem egységes az egész világon, és sok helyen, ahol nyílt tenger van, a tengerszint emelkedése valójában a föld süllyedése miatt van. Izraelben a tengerszint 0,7 mm-t emelkedik évente, ami 7 cm egy évszázad alatt, ami kevesebb, mint 3 hüvelyk. Igen, csak nem értem, miért lenne ez katasztrófa? Az emberek, akik erről úgy beszélnek, mint katasztrófa, várunk 100 évet, és meglátjuk a jeleit. Tényleg? Az emberek várni fognak, senki nem fog semmit sem tenni, látják, hogy a vízszint megfelelő. De emberek nem így működnek, építenek egy tengerfalat, talán néhány méterrel hátrább költöztetik az épületeket, az emberek alkalmazkodni fognak ez a problémához. Egy nagyon lassú, de nem ijesztő. Kérdés először is az, hogy mindig vannak szélsőséges időjárási események. Ez a másik dolog. Szélsőséges időjárási események. De ha megnézzük az adatokat, és elképesztő módon az adatokat senki sem gyűjtötte össze úgy, mint az IPCC és az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület. Ez az ENSZ által megbízott szervezet összegyűjti mindazt, amit tudunk a klímaválságról. Beszéltünk az IPCC-ről és annak a eredetéről, beszélni fogunk a párizsi megállapodásról, Glasgow-ról, igen, néhány perc múlva. Tehát az IPCC néhány évente kiküld egy jelentést, a legutóbb 2018-ban jelent meg, ezek a jelentések több részből állnak. Az első rész a tudományos jelentés, ami nem egy rossz jelentés, hatalmas. 2800 oldalas. A legtöbbet elolvastam. Ha találjam ki, nagyon kevesen olvassák el. Nagyon kevesen. Ez egy ijesztő és rendkívül unalmas feladat. Majdnem 2000 oldalt elolvastál? Igen, igen. Nagyon nehéz. Nagyon technikai.
nem könnyű olvasmány, és ezért ebből a papírból felhigítják a politikai döntéshozóknak szóló összefoglalót, ami körülbelül 40 oldalas, nem tudósok írták, nem bürokraták és politikusok, és még ezt sem olvassa el senki, így a döntéshozók számára kész egy összegzés, ami körülbelül 40 oldalas, amit nem tudósok írtak, hanem bürokraták és politikusok. Tehát 2800 oldalt, amit tudósok írtak, felhigítottak 40 oldalra a politikai döntéshozó számára, amit nem tudósok írtak, még ezt sem olvassa senki, felhigítják néhány oldalnyira, amit a politikusoknak és a hír ügynökségeknek adnak ki. Milyen messze vannak ezek a felsorolások a 2800-as oldaltól, elképesztően távol. A szélsőséges időjárási események és a példa erre, mert ha elolvassa a politikai döntéshozóknak szóló összefoglalót, vagy a pontokat, akkor biztosan tudja, hogy a szélsőséges időjárási eseményekkel nézünk szemben. Megnéz a statisztikákat, ez tényleg egy jelentés, igen, feketén-fehéren, akkor látod, nincs bizonyíték arra, hogy az elmúlt 100 évben nem volt emelkedés és a szélsőséges eseményekben, ahol a hőmérséklet emelkedett akár egy Celsius fokkal is. Nem nőttek az árvizek, aszályok, tornádok, ciklonok, téli viharok, jégesők, viharok, zivatarok. Nincs növekedés egyáltalán. Tehát tornádok, ciklonok, téli viharok, jégesők, viharok, nincs növekedés, egyáltalán nincs növekedés. Azért látok többet, mert valaki azt akarja, hogy többet lássak. Nem látsz többet, többet jelentenek neked ebből. Gondoljunk csak a közép-európai asszályokra, amiről most hallottunk az indiai hírekben. Kiderült, hogy az asszályok nagyon jól dokumentáltak, mert könnyű felismerni, ha kétség merül fel. Dokumentálták, a Bibliában is dokumentálták. Az asszályok a bibliai történetek egyik mozgatórugója, ezt biztosan tudjuk, a történelem során dokumentálták Közép-Európában, és a legutóbbi asszályok még csak nem is a legrosszabbak. Kiderült, hogy az asszályok Közép-Európában inkább a hideg időjáráshoz, mint a meleg időjárás kapcsolódnak. Wow. Ezt senki sem tudja, csak olvassák az adatokat és a tudományt, de ez nagyon nehéz. Tudod, bele kell ásnod magad az adatokba. Azt mondod, hogy a hideg öli meg a növényeket, nem pedig a nap, ami valójában sokat ad nekik. Ó, persze, persze ez helyenként változik a Földön, Közép-Európában biztosan tudjuk, hogy meg a asszályok. Tudod, az asszály, ami nagy éhínséget okozott Írországban például, egy hatalmas megasszály volt, amit egy rendkívüli hideg időszak okozott. Szóval olvasd a modelleket, az adatokat. Tehát elolvasod a modelleket, elolvasod az adatokat, és látod, hogy hatalmas szakadék van a között, amit mondanak nekünk, és ami itt van a Földön. Igen. És ismét az a csodálatos, hogy csak el kell olvasnod az eredeti jelentéseket. Hadd mondjak egy másik példát, a közgazdaságtan. Nem a tudomány területéről származik, mert megpróbáljuk számszerűsíteni a válságot, így megkérdezheted, hogy oké, talán a szélsőséges időjárási események nem emelkednek, de annyit fogunk fizetni a felmelegedésért, így megkérdezed, mi lenne a hatása a felmelegedésnek? Milyen hatással lesz a GDP-re? Anyagilag milyen gazdagok vagyunk, ami fontos dolog, mert a világ nagy része szegény, és mi azt akarjuk, hogy gazdagok legyenek, azt akarjuk, hogy gyümölcsöző és virágzó életet éljenek, de ehhez gazdaságra van szükség, és kiderült, hogy az emberek ezt tették, nem csak az emberek, hanem egy nagyon konkrét személy, professzor William Noodles is, aki Nobel-díjat kapott, mert pontos modelleket készített, hogy kiszámítsa ezt nemzedékeken keresztül. Ha megnézitek az IPCC jelentést, amit idézek, ott vannak az adatok. Látjátok, hogy egy 3 Celsius fokos emelkedés esetén, ami talán olyasmi, ami 100 év múlva fog megtörténni, nem tudjuk, de talán beszéltünk erről, a teljes GDP veszteség körülbelül 3-5% lesz. Tudom, mit fogsz mondani, hogyan hasonlítod
állítjátok össze a teljes GDP veszteséget a mostanival, az összes ilyen megállapodás végrehajtásával. Pontosan most nézd meg a GDP növekedését a következő 100 évben. 450%-os lesz, mert az emberiség fog növekedni, tehát ahelyett, hogy 4,5%-os lesz, tehát 4,5-szer gazdagabbak lennénk, 4,36-szoros ez a meggazdagodás, ez 6 év késés, ez a fenyegető valóság. Van egy kérdésem, szóval beszéltünk 2015-ös párizsi megállapodásról, amit akkoriban Trump elnök otthagyott, és ahova 2021-ben Amerika visszaesett, mi lenne ennek a megállapodásnak a végrehajtása? Először is mit akar ez a megállapodás mondani, és milyen károkat okozna a világgazdaságnak annak végrehajtása? A párizsi megállapodás hihetetlen. A párizsi megállapodás nem egy jogilag kötelező erejű dokumentum, ez egyfajta önkéntes megállapodás, vagy egy szándéknyilatkozat, melyet az országok az USA-ban írtak alá. 2015-ben Párizsban írták alá, kifejezte, hogy csökkenteni fogják az üvegháztartású gázok kibocsátását, elsősorban CO2-t, de más üvegháztartású gázokat is, és két fontos dolog van ezzel a megállapodással kapcsolatban, először is nem lehet megcsinálni, nem tudják megcsinálni, nem tudják megcsinálni, beszéltünk róla. De azt mondjuk, hogy mi emberiség nem tudjuk megcsinálni, nem tudjuk csökkenteni a hőmérsékletet, nem. Erről beszéltünk tudományosan, én is úgy gondolom, mint egy professzor, igen, ez egy mérnöki dolog. Erről hosszan beszélünk majd. A másik dolog, a költségek, a párizsi megállapodások betartásának költségei hihetetlenül magasak. Az USA GDP-jének néhány százaléka évente. A mexikói gazdaság 7%-a, a brazil gazdaság 9%-a nem engedhetik meg maguknak. Természetesen nem. És a legrosszabb az, hogyha minden ország pontosan azt tenné, amit vállalt a párizsi megállapodásban, 2070-ig borzalmas költségek mellett az IPCC modelljét használva saját modelljeik alapján a globális hőmérséklet változás 0,07 fok lenne, ami nem mérthető. De 100 milliók élete elviselhetetlenné válna. És ez már meg is történt. Láttam holland, és most már német gazdák tüntetéseit is, akinek azt mondták, hogy öljék le a teheneiket. Tegnap az EU minisztere bejelentette, hogy minden EU ország elkötelezte magát amellett, hogy csökkenti a magán energiafelhasználást a csúcsidőbe, ami azt jelenti, hogy szó szerint az európai országok polgárai nem használhatnak annyi áramot, amennyit akarnak. Nem fűthetnek, nem hűthetnek, nem nézhetnek tévét, nem használhatják egyszer a mosógépet és a hűtőt, nem vezethetik az autójukat. Ezek a korlátozások az EU-tól jönnek, a személyes életükre vonatkoznak, mert nincs elég áram. És az európaiaknak azért nincs elég áramuk, az emberek azt fogják mondani, hogy ez mind Putyin és az ukrajnai válság miatt van, és ez egy félrevezető állítás, mert az európai energiaválság már jóval az ukrajnai válság előtt elkezdődött. 10-15 évvel ezelőtt kezdődött klímapánik és a klímaválság miatt, hogy az európaiak azt mondják, hogy annyira félünk a CO2-től, ezért nem fogunk semmit sem elégetni Európában. Minden erőnket a szélenergiába és a napelemekbe fektetjük. Belgiumban, ahol évente 300 felhős nap van, de ezen felül nem fogunk befektetni a fosszilis tüzelőanyagok, tüzelőanyag alapú energia infrastruktúrájába. Így nem építettek tárolókat, megtiltották az új olaj, gáz és földgáz mezők keresését az északi tengeren,
és a szárazföldön betiltották a repesztést, ami tudod, főleg amerikai hallgatók számára van. Ez megváltoztatta az Egyesült Államok gazdaságát. Ez egy elképesztő dolog. A kontinentális Európa nem lehet, Európában nem lehet repesztést végezni. Teljesen betiltották. És a kormány mindent a szél energiára helyezett, ami időszakos. Most nem akkor van szükségünk energiára, amikor süt a nap, nem akkor, amikor fúj a szél. Akkor van szükségünk energiára, amikor energiára van szükségünk, hogy kompenzáljuk az időszakosságot, földgázt használunk. És itt jön be Putyin a képbe. És a németek, Európa többi része úgy döntött, hogy nem csak, hogy befektetnek az időszakos forrásokba, ami azt jelenti, hogy tényleg a földgázba fektetnek be, hanem mindent egy embertől fognak vásárolni, attól, akiben megbízhat. Vladimir Putyin, aki most megmutatja nekik. Most el kell mondanom, hogy én nem vagyok egy nagy Trump támogató. Sok hibája van, mint elnök, de ő tett néhány csodálatos dolgot, őszintén. Az egyik csodálatos dolog, amit tett, hogy kivonult a párizsi megállapodásból, és van egy felvétel, ami az interneten megtalálható, megnézhetitek, ahol találkozik a NATO küldöttekkel, és azt mondja, hogy mit csinálunk itt? Én fizettem a NATO-t, hogy őrizze az európai határokat, és ti a gázatok 40%-át Oroszországtól veszitek. A NATO ellenségétől, és ők nevetnek rajta. Van egy német, Angela Merkel, nevetnek rajta. Amerikaiak nevetnek rajta, és kiderült, hogy azt hitték, hogy ő tudatlan. Kiderült, hogy igaza van, és ez a nyugati, szabad világ gyengessége, amit a klímapánik hajt, ami az energiakatasztrófa eredete, és egy energiakatasztrófa előtt állunk, és vannak gyűröző hatások, és természetesen érezni fogjuk őket. Ez az energiaárak hihetetlen emelkedése, ezt látjuk az USA-ban, ez egy hullámhatás, ami szegénységet okoz. Igen, és az emberek fognak meghalni. Igen, mert és talán a közönségnek is tudnia kell, a hőség sokkal ennyi halálozási ok, mint a hideg a világon. Ez jól ismert. A nyugati országokban az emberek négyszer annyian halnak meg a hidegben, mint a melegben. Az elmaradott országokban 20-szor annyian. Indiában, Afrikában, ahol azt gondolják, hogy a meleg helyeken még mindig 20-szor annyian halnak meg a hidegben, mint a melegben. Mert az emberi test a melegben fejlődött ki, a meleg helyeken, a trópusi fajok. Tudod, ha kint 40 Celsius fok van, kimész a fészerbe, iszol egy pohár vizet, minden rendben lesz. Ha 3 egymás követő napon mínusz 5 fok van, akkor meghalsz. Az emberek nem fogják tudni megfizetni a fűtést. Mielőtt rátérnénk az interjú lényegére, ami ennek az egész mozgalomnak a spirituális oldala, két kérdésem lenne hozzád. Először is, a CO2 valóban olyasmi, ami hőmérséklet emelkedését okozza? Igen. A második kérdésem az, hogy valamikor a másik oldalon álltál, majd megláttad a fényt, és erre a következtetése jutottál, vagy mindig is így gondolkodtál? Először is válaszoljunk az első kérdésedre. Tehát, a központi dogma, ami most a klímatudományt és a kapcsolódó politikát irányítja az, hogy az elmúlt 50 év egész fűtése, a hőmérséklet globális emelkedése mind az ember által előállított CO2 miatt van. Mit tudunk? Tudjuk, hogy a CO2 valóban az, amit üvegháztartású gáznak nevezünk, ami azt jelenti, hogy ez egy 3 atomból álló molekula, aminek a tudományos kifejezését lágy rezgésnek nevezzük, és valóban felfogja a hőt, amely a Földből rádióhullámok formájában jönnek ki, elnyeli az infravörös tartományban, és néhány technikai kifejezéssel majd felmelegszik. Ez egy üvegháztartású gáz. Tehát betesszük egy izzóba, fényt bocsátunk rá, akkor felmelegszik. De mi tudjuk, mi nem vagyunk izzók, pontosan. Ez a lényeg. Nem tudjuk, hogy ez a két fő tényező, ami hozzájárul a felmelegedéshez. Most ezt szemben kell állítanunk azzal a ténnyel, hogy azt biztosan tudjuk,
A Föld hőmérséklete drámaian megváltozott minden időskálán, kezdve a 20. századtól, ahogy beszéltünk róla, egészen a középkori meleg időszakig, 1000 évvel ezelőtt, a római hosszú időszakig, és az optimális időszak a Föld eredeti hőmérséklete előtt teljes mértékben képes változtatni a CO2 változása nélkül is, a földpályának változása miatt. Tehát nem tudjuk, hogy ez egy tézis. De mivel ez egy tudományos tézis, be kell bizonyítanunk. Ez egy nagyon szélsőséges tézis, hogy egy olyan bonyolult rendszert, mint az éghajlat, ami a tudomány által ismert egyik legbonyolultabb fizikai rendszer, egyetlen gomb irányít. Ez egy szélsőséges állítás. Pontosan egy szélsőséges állítás szélsőséges bizonyítékot igényel. Ha idézhetem Carl Sagan-t, 20. század egyik legjelentősebb fizikusát, a Greenpeace egyik alapítója, Patrick Moore kanadai fickó, aki nagyon okos, egyszer azt mondta, ha két dolog egyszerre történik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy összefüggenek. Nagyszerű példát hozott, azt mondta, ha nyáron több a cápaharapás, több a jégkrémfogyasztás is. Ez nem azt jelenti, hogyha a cápaharapás nagyobb, akkor nagyobb fagylaltfogyasztás van. Te is ugyanezen a véleményen vagy, hogy az emberek összekötnek két dolgot, és ez nem feltétlenül bizonyítottan igaz. Ez nem bizonyított. Az összefüggés nem ok-okozati összefüggés. Ez egy alapelv a tudományban. Különösen a statisztikai tudományban, mint az éghajlat. Nincs olyan, amit a tudományban úgy hívnánk, hogy füstölgő pisztoly bizonyíték arra, hogy a CO2 összefüggésben áll a felmelegedés nagy részéhez. Egyszerűen nem tudjuk. Ez olyasmi, amit nem sok tudós fog mondani, hogy nem tudják, mert nem tudják, ez olyan, mintha a tudatlanságuk beismerése lenne. Igen, de ez az őszintes igazság. Ez egy bonyolult rendszer. Nem tudjuk, lehet, hogy helyes, lehet, hogy teljesen téves. Az igazság valószínűleg az, legalábbis az én fizikai ismeretem szerint, talán 20% vagy egy negyede, vagy akár egy harmada hozzájárul, de nem ez az oka. És ez azt jelenti, hogy sokkal több időnk van, de véleményem szerint nem ez a fő ok, de lehet, hogy tévedek. De a lényeg, hogy nem tudjuk, és valójában ez szerepel az IPCC jelentéseiben, amit úgy hívnak, hogy az egyensúlyi klíma érzékenység. Ez az a szám, ami a hőmérsékleten a CO2-hez viszonyítja, és ez mindenhol megtalálható. A CO2 hozzájárulásának becslése nem változott 1979 óta, miután több milliárd dollárt fektettünk a klímatudományba, és még mindig nem tudjuk a választ. Láttam az egyik interjúkat a Princeton Egyetem professzorával, Bill Harperrel, és valami nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, amikor megkérdezted, hogy mutasson rá, hogy hol kezdődött az egész, aztán megemlített valamit, ami szerintem sok hallgató számára, azt hiszem, pont így elment felettük, de felkeltette a figyelmemet. Azt mondta, hogy valahol a római klub egyik ülésén kezdtek el megváltozni a dolgok. A római klub az egyik ilyen elit globalista gyűlés. Egyetértesz ezzel? 60-as években a környezetvédelmi mozgalom felemelkedése elkezdődött olyan kiemelkedő személyiségekkel, mint Rachel Carson, aki írt egy nagyon híres könyvet, Csendes tavasz címmel, a DDT-t használatának veszélyeiről, a malária kiirtása érdekében, amit az emberek követtek, és ez több millió halálesetet okozott Afrikában, mielőtt felépültek volna, és újra elkezdték használni a DDT-t, mert a malária szörnyű gyilkos. És olyan emberek, mint Paul Ehrlich a Stanford Egyetemről, aki írt egy könyvet a népesedési bomba címmel, amivel figyelmeztet minket, hogy ennyi volt. 2000-ig nem lesz élelmünk, sok millió ember fog éhen halni. India, mint ország eltűnik, az Egyesült Királyság felbomlik.
Tudod, ezek az őrült máltai jóslatok, mint tévesnek bizonyultak, aztán több dolog is történt 84-ben. A berlini háború elbukott, és mindazok, akik okot kerestek és harcoltak Európa szétválasztása ellen a berlini falon, igen, 89-ről beszélsz, igen, ezt, igen, 89-ről beszélek. Ez a dolgot Patrick Moore-tól tanultam, akit említettünk, hogy ott volt, és arról mesél, hogy az emberek sorba jöttek a tüntetésekről, majd jelentkeztek a Greenpeace-be. Tehát az emberek az értelmet keresték, aztán elkezdtek csoportok alakulni. Említetted a római klubot, ami az egyik csoport, a Sierra klub, a másik, mi szintén az egyik legerősebb környezetvédelmi csoport, környezetvédelmi NGO, amelyek évi több százmillió dolláros költségvetést kezelnek. A Greenpeace világméretű alapítványa, mindezek az NGO-k, mindezek a csoportok környezetvédelmi kérdésekre kezdtek összpontosítani, és aztán két dolog történt. A kommunista Oroszország megbukott, nem volt többé ok a kommunizmus elleni harcra, és voltak emberek, akik bizonyos értelemben egy szentimentális érzést éreztek kommunista eszmék iránt, hirtelen elvesztek, mert nem volt semmiük, semmi anyagi a világon, ami azt mondták volna, ó, ezzel tudunk azonosulni. Így a szocializmus, marxizmus, kommunizmus csapást szenvedett, igen, és ezek az emberek most más eszközt keresnek, hogy valahogyan terjesszék az eszméiket. A klímaválság kezdetét két eseményre vezethetjük vissza. Az egyik, ahogy említett, a római klub, amely kiadott egy jelentést, ami a növekedés határaiként ismert, amelyről kiderült, hogy teljesen téves. Tudod, semmi sem valósult meg abból, amit mondtak. De az egyetlen dolog, ami megmaradt, az a népesség növekedéssel szembeni gyűlöletük. Igen, erről még beszélni fogunk. Másik dolog pedig James Hansen professzor vallomása, aki a NASA vezető klímatudósa volt, egy kongresszusi nyilatkozatban, ahol azt mondja, hogy a Föld melegszik, és egy elképesztő előrejelzés sorozatot követően Florida víz alá kerül, az északi sarkjég 2000 eltűnik, az Aspen-i síelésnek vége. 2008-ban Aspenben síelni mentem, mikor postdoktor voltam az USA-ban, és az emberek azt mondták, most kell síelnünk, mert néhány év múlva már nem lesz hó. Mikor mentél újra síelni? Nos, én minden évben eljárok síelni, amikor csak tudok. Aspenben még mindig havazik, jól vannak. Ezek a klímakatasztrófa előrejelzések egyike sem vált valóra. Tudod, van egy mondás a Talmudban, a Biblia Héber tanulmányaiban, hogy Salamon templomának eleste óta a proficiákat bolondoknak adták, és ez egy tudós őszinte kijelentése. Nem tudtunk eleget az éghajlati rendszerről, jó előrejelzéseket tegyünk. Egyszerűen tudjuk megtenni. Szóval, ahogy korábban már utaltunk rá, az emberek valahogy az emberekre mutogatnak, és a népesség növekedés riasztó ütemére. Az embereket követem ezeknek az embereknek a rendszerét, ahogy azt gondolják, hogy mi vagyunk az ellenség. Igen. Igazán van? Teljesen egyetértek ezzel. Megpróbáljuk megvizsgálni a klímavészmadárkodás mögött meghúzódó filozófiát, akkor azt találjuk, hogy az ötlet az, hogy egy érintetlen természet, Gaia, a környezet. Hallod az embereket beszélni, hogy meg kell mentenünk a környezetet. Mi a környezet? Ez egy megfoghatatlan dolog. Mi az? Tehát egy spirituális dologgá fejlődött. Egy spiritualitás, egy istennővé, egy igazi módon. Mindent, amit teszünk, először nem azon mérjük, hogy mennyire jó az embereknek, hogy segíti elő az emberi virágzást és az emberi jólétet, hanem az első dolog, ami alapján mérik, hogy hatással van-e a bolygóra,
hatással van a környezetre, megváltoztatjuk-e Gáját? Persze, ha követjük ennek az ideálnak a logikáját, akkor egyértelműen az, hogy nem lesznek emberek a bolygón, akkor lesz ez ideális. Persze, senki nem fogja mondani. Így az emberek megpróbálják azt mondani, hogy túl sok ember van a világon, de nem szégyellik kimondani, hogy nem így van. Még George Guyston is kijelenti, ami az elmúlt néhány évben leromboltak, világ népességét 500 millióra korlátozni. Amikor az emberek ezt személyesen mondják nekem, akkor oké, de te kerülsz a listára, mert 7,5 milliárd embert kell megölniük, te kerülsz a listára, nem én. Ez egy etikátlan, erkölcstelen, embertelen kijelentés. És itt jön a filozófia összecsapása. Az egyik oldalon van a filozófia, ami azt mondja, hogy az emberek rosszak, mi egy intuíció vagyunk, egy megszakítás az eszméhez képest. Én humanista vagyok. Az emberek virágzása, ez az emberek jóléte után vágyok. Szeretném csökkenteni az emberi szenvedést, amennyire csak lehet. Személyes szinten, közösségi szinten, és ha lehet, globális szinten is. Az a csodálatos, hogy a statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy minél több emberünk van, annál jobban élünk. És lényegében minden mérhető mennyiségben. Ha megnézzük a GDP-t, ha megnézzük a műveltségi százalék arányát, ha megnézzük az élettartalmat, ha megnézzük az egészségügyet, különböző szülők, ha megnézed az éhínséget, az alultáplált gyermekek százalékos arányát, bármilyen mérhető mennyiségben, minél több emberünk van, annál jobb helyzetben vagyunk. Van egy csodálatos könyv, amit néhány hete jelent meg két szerzőtől, Marion Topi és Gay Politol a Superabundance, Szuperbőség című könyvében, amiben tényleg statisztikákat készítenek, és hihetetlen, hogy 8-szor gazdagabbak vagyunk anyagilag jólétben, jólétünk 8-szor magasabb, mint a fiatal nagyszüleinké 60 vagy 70 évvel ezelőtt. Ez egy elképesztő szám. Lényegében felszámoltuk a világszegénységet. Megnézzük 150 évvel ezelőtt a lakosság, 85-90% az UN abszolút szegénységi küszöb alatt volt. 2,9 naponta. Most ez a szám 10%-on van. Hogyan csináltuk ezt? Az innovációval tettük ezt, a szabad gondolkodással tettük ezt. És azzal, hogy megengedtük az embereknek, hogy gyerekeket szüljenek. Több ember, több agyat jelent, aki gondolkodik, újítani tud, jobbá teszik az életemet. És azt is megengedtük, hogy fosszilis tüzelőanyagokat felhasználjanak. Különbözünk egymástól sok szinten, amikor spirituális dologról van szó, mert azt hiszem, azt mondtad, hogy ateistaként definiáltad magad, igaza van. Nos, ateista vagyok, agnosztikus vagyok, nem vagyok benne biztos. Remélhetőleg azért vagyok itt, hogy ezt megváltoztassam, de azt mondom, hogy én tényleg hiszem, nem csak a teremtésben, hanem abban is, hogy a Szentírás szerint a Biblia azt mondja, hogy amikor Isten megteremtette a világot, az jó volt. Nagyon jó volt. És csak attól a pillanattól kezdve, hogy a bűn belépett a világba, minden megváltozott. És úgy tűnik, hogy az emberiség óta is próbál megoldást találni, hogy helyreálljon a problémából, amit az emberiség könnyen elkerülhetett volna, ha csak azt teszi, amit Isten mondott nekik, hogy tegyenek. Elmondom, hogy ez az ember ölési vágy, ez egy erős kijelentés, hogy ezt mondtad, hogy gyilkolni akarnak. Nem hiszem, hogy az emberek tudatosan gondolkodnak ezen, de ez az, amit a tetteik sugallnak. Azt mondom, hogy ez egy hatalmas példa, hatalmas különbség van a között, amit mondanak, és amit gondolnak. Mondom, nem kell egyetértened velem, de azt mondom, hogy szellemi szempontból, amikor látom, milyen könnyen történik ez most Amerikában és más helyeken a világ minden táján, hogy csak úgy eldöntsék, hogy van egy babám, 9 hónapos terhes vagyok, megölhetem, ez rendben van.
az emberi értékének az elvesztése, ami pontosan az ellenkezője az emberi élet okának, ahogy azt az előbb mondtad, hogy valójában jól csináljuk, hogy jobban csináljuk, és minél több embert ölünk, először is ez sokat elmond rólunk a szívünkben, de ez lefelé visz minket. Nem felfelé, még tudományosan is. Hadd mondjak néhány dolgot arról, amit mondtál, nem vagyok vallásos ember, de az anyukád Bibliát tanított. Igen, sokat tudok a Bibliáról, olvasom a Talmudot, sokat olvasom a Bibliát, de ott születtél, ahol én születtem, Bersavában, délen, ahol Ábrahám volt. Igen, igen, Ábrahám akarata, amikor a hagyomány szerint így történt. Igen, tehát itt tett esküt. Egy mérföldre vagyok attól a helytől, ahol én gyerekkoromban éltem. Egy zsidó srác, aki ott született, ahol maga Ábrahámért hosszú ideig, anyukád a Bibliát tanítja. Ez minden ember, minden porcikájába beívódott, még ebbe a városba is. Tisztelem, hogy tudós vagy, hogy professzor vagy, és hogy értékeled az életet. Valójában értékel az életet. Ez a lényeg. Ezt akartam mondani. Bár agnosztikus vagyok, de osztom a vallásos érzéseket, az emberi élet értékét, az, hogy bibliai, igen. Isten képmására születtünk, Isten képmására, abszolút hiszek benne. És azt hiszem, amit te mondtál, annak az Istennek a képmására születtél, akiben nem hiszel. Csak vicceltem. Csak azt próbálom elmondani, hogy hiszel Istenben, anélkül, hogy tudnád. Lehet ez a helyzet. Tudod, nem vagyok gyakorló zsidó, határozottan zsidó vagyok, etnikai vagy nemzeti hovatartozás szerint, és büszke cionista vagyok, abszolút, nem vagyok globalista ebben az értelemben. Én azt mondom, hogy egyre közelebb és közelebb kerülsz. De szeretnék rámutatni valamire, amit mondtál, hogy a modern progresszív gondolkodás egy paradoxonja a progresszív gondolkodás. Progresszív gondolkodásnál minden rólam és a jogaimról szól, az, ami engem megillet, ami nekem fontos. Ezzel egy bizonyos módon elveszítik mások értékét, más emberek értékét. Az abortusz kérdése bonyolult, és kérlek, ne rángass bele ebbe. Nem akarok belerángatni ebbe, minden, amit erről mondok, az az én nézőpontom, de azt mondhatom, hogy még ezen keresztül is láthatod, hogy sokak gondolkodásmódját átmosták, hogy megvetik egy kisbaba életét. Én azt tudom mondani, hogy értékelem az életpárti mozgalmak erkölcsi álláspontját. Igen, mint tudós, életpárti. Mi az ellentét az életpártiságnak? Ne beszéljünk politikáról, beszéljünk héberül, beszéljük a nyelvről. Mi az ellentét az pro-life-nak? Pro? Igen, halál. Nem lehet azt mondani, hogy pro-choice, mert a Biblia az élet, a választás, ezért nem lehet pro-élet. Isten azt mondta a világnak, tehát nincs választási lehetőségünk. Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy mondd meg nekik, hogy ma elé tettem a halált és az életet, választjátok az életet. Ez a mi választásunk. Tudod, az életet kell választani, és most hagyjuk az abortuszt, visszamegyünk a klímához. Kérlek. Most figyelünk, és ez a témája ennek az egész mai beszélgetésnek. Figyeljük a világot, ahogy az emberek agyát átmossák valamivel, aminek nincs tudományos háttere, amit olyan emberek erőltetnek, akik nem is tudósok, és ez olyasmi, ami arra készteti az embereket, hogy kevesebb emberi életet és több kényelmet értékeljenek. De még ezzel is az ellenkezőit idézik elő. Igen. És ez egy csodálatos felismerés. Az a csodálatos dolog ebben a betekintésben, hogy azok az emberek, akik osztják ezt a hitet, nem látják. Azt mondják, nem, meg kell védenünk a földet, a földanyát, meg kell védenünk a környezetet, az unokáink javára, meg kell védenünk. De amikor ezt teszed, két dolgot teszel. Valójában
aláveted magad a miszticizmus, vagy akár a vallás egy új formájának. Tudod, sokan sugallják, hogy az éghajlati riasztás, vagy az éghajlati katasztrófa a vallás új formája. És amikor ezt csinálod, akkor valójában azt teszed, hogy jobban érzed magad a saját álláspontoddal, miközben kárt, fájdalmat és szenvedést okozol más embereknek. Főleg az elmaradott világban élő embereknek, és erre sok példát tudnák mondani, de most a modern világban élő emberek is szenvednek Európában, ahol energiaválság lesz. Dolgozó emberek Amerikában, akinek aggódniuk kell a benzinárak emelkedése miatt, és így tovább. Gyakorló zsidőként te magad is láthattad egy új vallás felemelkedését. Igen. Egy új vallás istennővel, papokkal, bukott emberekkel, bűnnel. Szeretnék idézni neked egy verset az Új Szövetségből, amiben én hiszek. Mellesleg szeretném elmondani, hogy mikor elhittem az Új Szövetséget, nem azért lettem hívő, mert olvastam az Új Szövetséget, hanem valójában Jeremiást olvastam, amikor azt mondta, hogy Isten egy új testamentumot adnak ad Izrael népének, de elmondom neked, hogy Római Levél 1.25-ben azt mondja azokról az emberekről, hogy felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább a teremtményt, a teremtést imádták, mint a teremtőt. Azt hiszem, ez a vers összefoglalja azt, amit ma látunk. Az éhséget, a szomjúságot, hogy imádják a teremtést, a föld anyát. Ez olyasmi, ami a babiloniakra tudok visszavezetni, pogány dologra, teljesen pogány dolog. Szóval most miért mondom ezt, hogy pogány dolog? Mert képzeljétek, néhány hónappal ezelőtt Ferenc pápa kijelentette, ő egyébként nagyon benne van ebbe az egész dologban, elkapták őket. A katolikus egyház ma nagyon eltökélt, hogy aktív szerepet vállaljon ebbe az egész dologban. És ezt azért mondom, mert nemrég forgattunk itt az Óvárosban egy videót, ami az egy világvallás felemelkedéséről szólt, az egy világvallásról, ami végül mindenről szólni fog, csak Istenről nem. Gájáról fog szólni, Gájáról, a természetről, te magad választod meg a szexuális identitásodat. Most nem megyünk bele ebbe, de azt elmondom, hogy egy új világvallás felemelkedését látjuk, és ez a klímaváltozás egy hatalmas tényező ebben, mert megteremti a riadalmat, amire a világnak szüksége van ahhoz, hogy egy olyan eszme köré csoportosuljon, ami nem feltétlenül tartozik egy adott valláshoz. Igen, először is hadd mondjam el, hogy ez nem az én ötletem. Úgy értem, hogy a klímavészharangozás egy új vallás, amit Patrick Morgan, Michael Schellberger és mások vetettek fel. Patrick Moore tévedett, amikor azt hitte, hogy a keresztények a legnagyobb terjesztői ennek, és én azt mondom, hogy emberek milliói, akik ezt nézik vagy nézni fogják, jobban egyetértenek veled, mint amit a pápa mond. Beszéltünk arról, hogy miért van ez így. Van egy ötletem, amikor a vallásra gondolsz, összehasonlíthatod a klíma riogató mozgalmat, és ahogy mondtuk, a gyökereit a zöld mozgalomban, a környezetvédelmi mozgalomban vannak, összehasonlíthatod a zsidó keresztény alapelvekkel. Igen, van egy Isten, van egy Gaia. A környezet eszménye. De van egy bűn, ami már nem keresztény bűn, hanem Gaia megváltoztatásának a bűne. Az ipar megváltoztatása, hogy mondom, Gain befolyásolása, az elsődleges bűn. Ha már megvan a bűn, akkor megvan a parancsolat. Ne bocsáss ki CO2-t. Építs napelemeket és szélerőműveket. Tudod, ezek olyanok, mint a parancsolatok, és vannak proféták. James Hansen, a nagyobb tömeg, tudod, ismer az összes profétát, papok, akik terjesztik ezt a világban. És vannak hívők mindenféle spektrumból. Vannak emberek, akik azt mondják, oké, igen, talán ez helyes.
helyes. Vannak igazán szenvedélyes hívők, van egy katolikus pokol. Igen, megyünk, égni fogunk. Gája megbüntet minket, és tudjátok, ők nem is találták ki a büntetést, csak az új szövetségből vették ki. Igen, a pokolban fogunk égni. A tűztavát veszik kölcsön a sajátoknak. Szóval, vallás jellemzői vannak, és amikor beszélek az emberekkel, megpróbálok annyi emberre beszélni, mennyire csak lehet, választó vonal mindkét oldalról, hogy úgy mondjam, látom, hogy az emberekkel beszélgetek az adatokról, és azt mondják, hogy igen, talán ez igaz, de nem tudjuk, hogy így van-e. Aztán megkérdezem tőlük, hogy mit gondolsz. Azt mondják, hát a helyzet az nagyon rossz, el vagyunk ítélve. Egyetértenek az adatokkal, de ez a gondolkodásmód fogságba ejtette őket. Igen, mondd el a fő pontokat, ahol nagy képmutatást látsz a mozgalom soraiban és állításaiban a klímaváltozással kapcsolatban. Erre számos példa van. Tudod, a klímaváltozással kapcsolatos riogató mozgalom, ezek az emberek azt próbálják mondani, hogy ó, mi mindent meg akarunk javítani a világon, mindent nagyszerűvé akarunk tenni, ezért összegyűltek a legutóbbi klímakonferencián, 26-os klímakonferencián Glasgow-ban, természetesen az energiaválság fényében, nem született megállapodás széndioxid kibocsátást illetően, természetesen nem volt ott a Kína, Brazília, India, Indonézia, Oroszország küldöttek, nem volt mit tenni, de volt egy szerződés, amit egy nagyon fényes ünnepségen írtak alá. 20 közép-európai ország és a világ nagy fejlesztései bankjai aláírtak egy nyilatkozatot, egy szerződést, hogy nem fognak pénzt befektetni, pénzt kölcsönözni, vagy biztosítékot adni a fosszilis tüzelő anyagokon alapuló infrastruktúra építéshez Afrikában. Büntetik Afrikát. Kik ezek az aláírók? Belgium, az Isten szerelmére, Hollandia, Nagy-Britannia, mindezek a helyek, amelyek kiszívták az erőforrásokat Afrikából. 3 milliárd ember a világon, aki ugyanannyi energiával élnek, mint egy amerikai hűtőszekrény, és önök megtiltják a hiteleket, az infrastruktúrális beruházásokat Afrikában, és energia szegénységre ítélik őket, ezzel a szegénységet gyógyítás, ha nem történik, mert ennél képmutatóbbat nem is tudok elképzelni. And by that, to real poverty. This is, I cannot think of something more hypocritical. But they will tell you, hey, de ők azt fogják mondani, hogy csak fosszilis tüzelőanyagban való beruházás, semmi más. De nincsenek megújuló energiák, amit valójában megbízhatatlan energiának kellene neveznünk. Szél és a napenergia nem tud nekünk biztosítani. Megnézzük a globális villamos energiai piacot. A szél és a napenergia körülbelül 8-10%-ot biztosít. Ha megnézzük az emberek által fogyasztott teljes energiát, az 1-3% között van. Így akarják, hogy az afrikaiak 1-3%-os energiával éljenek. Ez egy erkölcstelen, embertelen dolog. És egy aláír szerződés Glasgow. Szóval nézzünk ki jól, és büntessünk meg valakit. Pontosan így van. Fogunk erkölcsi emberek leszünk, jól fogjuk érezni magunkat, következménytől függetlenül. Hadd mondjak egy másik példát, már beszéltünk az őrült politikáról, amit a klímavész madárkodás táplál, ami az energiaválsághoz vezetett. Most beszéljünk Pakisztánról. Nem a leggazdagabb ország, amit el tudnánk képzelni, de a pakisztáni kormány erőfeszítéseket tesz, és néhány évvel ezelőtt sok pénzt és erőfeszítést költöttek arra, hogy infrastruktúrát építsenek folyékony gázra, energiát és megbízható olcsó áramot termeljenek. Aláírtak egy hosszú távú szerződést. Katarral kötöttek más gázszolgáltatókkal, hogy szállítsanak neki gázt. Most az európai politika miatt a gáz szállítása nekik 6-szor vagy 10-szerese, hihetetlen.
de még ezt sem tudták elfogadni. Nem, így a katariak felbontották a pakisztániakkal kötött szerződéseket, 130%-os büntetést fizettek, mert el tudják adni, de az európaiaknak 300%-os áron. És most áramszünetek vannak, nincs áram Pakisztánban, ez tönkreteszi az ipart, a kórházakat, az egyetemeket, a mezőgazdaságokat, iskolákat, agráriumot. Ki fogja megfizetni az árat? Nem a gazdag európaiak, hanem a pakisztániak. Hadd mondjak egy harmadik példát, Sri Lanka. Nemzete 22 millió emberből áll, Dél-Kelet-Ázsia egyik feltörekvő csillagának tartották. 7%-os növekedési rátával nagyon jól ment nekik. Aztán rábeszélték őket, hogy térjenek át a biogazdálkodásra. Szennyezzük a bolygót. Úgy kell gazdálkodnunk, ahogy az őseink tették. 2 év alatt a terméshozam Sri Lankán 25%-ra csökkent. Nincs élelmiszer. Élelmiszer hiány van Sri Lankán. Ezért rúgták ki zárnéküket. Zavargáskornak az utcákon, erőszakosan kirakták a miniszterelnököt, csődbe mentek. Most a világban bankhoz könyörögnek kölcsönért, ez 2 év alatt történt. Felelőtlen, irracionális és erkölcstelen viselkedés miatt, amit az a gondolat táplált, hogy tönkretesszük a bolygót. Még sok ilyen példát tudnék mondani, mindenhol vannak ilyenek, elképesztő. Van egy jó és rossz hírem. A jó hír az, hogy a klímaváltozással kapcsolatban megláttad a fényt. Volt olyan, hogy a másik oldalon álltál? Másfél évet töltöttem. Tehát igen, álltam a másik oldalon. Én voltam az aggódó kis fizika az éghajlatváltozással kapcsolatban, majd visszatértem az Egyesült Államokból Izraelbe, másfél évet töltöttem az iparban, hogy az energia megoldásán dolgozzak. Konverziós nanotechnikával, ennek a munkának az volt a része, hogy azt tanulmányoztam, hogy milyenek is a napelemek valójában. Ez az én munkám. Tehát azt láttam, és megdöbbentett az ellentét a között, hogy ezek a dolgok mire képesek valójában, és hogy az emberek mit mondanak nekünk, mire képesek. Ezek a dolgok egyszerűen nem illenek össze. Tudod, ez az, amit én csinálok. Modelleket illesztek a valós élethez. Ezek a dolgok nem tudják elérni a társadalmunkat. Segíthetnek, támogathatják. Sőt, még az is kérdések, hogy képesek-e támogatni, ha nem paraziták a meglévő rendszerben. Akkor nem is megújulak, mert 15-20 év múlva ki kell dobni az összeset. Több millió napelemet, amelyben van néhány mérgező nehéz fém, amivel foglalkozni kell. Ez nem egy egyszerű probléma. Talán rosszat mondtak nekünk, szóval elkezdtem utána nézni, és aztán egyik dolog a másikhoz vezetett. Elkezdtem gondolkodni a klíma problémán, és megnéztem az adatokat. Nem olvasom az összefoglalókat, nem olvasom az absztraktokat, csak az adatokat nézem, mint tudós, aki értékeli a tudományt. Mindenki azt mondja, hogy bízunk a tudományban, de amikor a tudomány ütközik a napi rendjükkel, akkor a tudományt el kell hallgattatni. Ez egy elképesztő dolog. Olyan kijelentéseket hallasz, mint a tudomány, hogy az egyetemi testületek azt mondják, nem engedhetjük meg az embereknek, hogy kifejezzék magukat, ha nem támogatják az ismert konszenzust. Mikor hallottunk ilyet utoljára? Galilea idején, amikor a katolikus konszenzus szerint a nap kering a föld körül. Ez egy katolikus kijelentés volt, a tudomány ösztönzője. Ezt hallani az egyetemünkről, ami az igazság kereséséhez kötődik. De hogyan kereshetnénk az igazságot anélkül, hogy bővíthetnénk és megkérdőjeleznénk az igazságot? Ez a jó hír, hogy végre rájöttél, hogy itt valami terv van.
A rossz hír, hogy te és én tudjuk, hogy nem fogunk nyerni. Nézzünk szembe vele. A Föld nem fogja elfogadni a hitünket, hogy ez egy átverés. A Föld egyre mélyebbre fog zuhanni, a társadalomról beszélek, egyre mélyebbre megy ebbe a megtévesztébe és ebbe az új felemelkedő vallásba. Ha másfél évvel ezelőtt kérdezted volna ezt a kérdést, valószínűleg 95%-ba veled lenném. De azt hiszem, most egy olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy ez a napirend összeomlott a valóság és a valós élet falán. A bőséges elektromos energia hiánya és az emelkedő villamos energiai árak, ami halál esetekhez vezethet a téli hideg miatt Európában, az élelmiszerárak emelkedéséhez, meg kell mondanom, hogy rövid távon pesszimista vagyok. Élelmiszerhiányt fogunk látni, éhínséget a fejlődő országokban. Nem a műtrágya gyártása, mert a műtrágya gyártásához földgázra van szükség. Most Európa 50%-a csökkentette a földgáz mennyiségét, műtrágya kapacitását. Nincs műtrágya, nincs élelmiszer. És most szankciók vannak Oroszországban, Ukrajnában. Ők megtiltják a holland gazdáknak, hogy növeljék a farmjukat. Azt mondják nekik, hogy hallgatniuk kell. Ezek a leghatékonyabb gazdák a világon. Egy kis ország, mint Hollandia, mely hatalmas mennyiségű élelmiszert szállítanak Európába, az egyik legnagyobb exportőrök egyike, ők pedig azt mondják, hogy nem, csökkentened kell az élelmiszer termelést. A gazdaságok megölik a terneket, mert Isten ment, bocsássanak meg nekem a beszélt, ők finganak, mi pedig meghalunk. Ezek a dolgok a valóság falára fognak ütközni, és azt hiszem, tényleg azt hiszem, hogy elég sok ember elég racionális ahhoz, hogy megértse és értékelje az emberi boldogulást. Szeretnék felolvasni mindenkinek, aki most minket néz. 2000 évvel ezelőtt, nem messze, Jézus tanítványai elhagyták a templomot, keresztül mentek a kapun, és felmentek az olajfák hegyére. A Biblia azt mondja, hogy ahogy ott ültek az olajfák hegyén, tanítványok odajöttek privátba, és megkérdezték őt, mikor lesz az ő eljövetelének és a korszak végének a jele? Azt mondta nekik, hogy vigyázzatok, hogy senki ne csapjon be titeket. Ez először is az első dolog, amit mondott, hogy a megtévesztés burjánzó lesz. Úgy értem, hogy az emberek állandóan hazugni fognak nektek. Miután beszélt arról, hogy hány hamis messiás fog jönni, azt mondta, háborúkról, háborúk híreszteléséről fogtok hallani. Nézzétek meg, de ne nyugtalankodjatok, mert mindezeknek a dolgoknak be kell következniük, de a vég, még nem jött el nemzet nemzet ellen, támad királyság királyság ellen, lesznek éhínségek, dögvészek, földrengések különböző helyeken. Mindezek a nyomorúság kezdete. Hiszem, hogy jön a klímaváltozás, de ennek abszolút semmi köze a CO2-hez, és semmi köze a globalisták törekvéséhez, hogy csökkentsék ezt. Számomra minden, ami megvan jövendölve Ézsaiáson, Jeremiáson, Hóseáson keresztül, minden bekövetkezett. Így nincs kétségem afelől, hogy jön egy fejezet a történelmünkben, ahol a dolgok másként fognak alakulni. De azt mondhatom, hogy egyetértek veled 100%-ban, hogy amit ma látunk, az egy hamis válság, hogy támogassák más célok előremozdítását. Mik ezek a célok? Valóban meg akarják ölni az embereket? Mi az, amit el akarnak érni? Igen, hadd mondjak először valamit arra, amit mondtál. Nem tudom, hogy a napok vége a bibliai vég, természetesen. Nem tudom. Nem vagyok elég jó ebbe. Amit mondok, hogy amíg nem jutunk oda, meg kell próbálnunk, hogy az emberek életét, a Földön élő emberek életét a lehető legjobban, lehető legvirágzóbbá tenni. Ez az egyetlen dolog, amit mondok. Szóval nincs itt ellentmondás ebben a pillanatban. Az a lényeg,
amit mondani próbáltam. Mi van e mögött? Most az indítékokról kérdezzel, mi van a napirend mögött. Hadd mondjam először, hogy nem hiszem, hogy van egy igazi összeesküvés, nem a római klubban. Azt hiszed, hogy nem tudom, nem voltam azt ott, de úgy gondolom, nehezen hiszem el, hogy összeomlásról, vagy különböző ösztönzők és motivumok összeomlása, vagy összeolvadásáról lenne szó. Az egyik motivum természetesen a politikai hatalom. Ezt nevezhetjük összeesküvésnek. De várjál, én nem nevezem összeesküvésnek. Én hiszem, hogy ők hatalmat akarnak. Ez egy triviális indíték. Az egyik motivum hatalmas, és ez a pénz. Az Egyesült Államok kormánya 300 billió dollárt fog költeni szélenergiára és napelemekre. Szóval jobb, ha igen mondasz, még ha nem is értesz fel egyet. Ó, igen, hatalmas összegeket fektetnek a megújuló energiába, amik nem fognak semmit sem tenni. Csak a hálózat megbízhatóságát csökkentik. Az emberek életét rontják, nem javítják, szóval rengeteg pénz van. Az akadémián, sok ösztönző van az akadémián. Tudod, az emberek hajlamosak ragaszkodni a mögöttes hiedelmekhez, és azokat a tudományokba vetítik, ez egy jól ismert elfogultság a tudományban. Hatalmas pénzek vannak a kutatásra, így azok az emberek, akik hisznek a napirendben, csatlakoznak a karhoz, kutatást kapnak, és most nem fogsz olyan kutatást végezni, ami ellentétes a finanszírozás napirendjével. Így kielégítik az adományozókat és az akadémiai intézményeket. Igen. De miért van ekkora támogatás az átlag emberek részéről? Azt mondanám, hogy senki sem tartozik ebbe a csoportba, csak emberek, akiket az utcán látok. És ők igazán jó emberek, akik jót akarnak tenni, elkölcsösek akarnak lenni. És azt mondják, hogy abba kell hagynunk. Az emberiség próbálkozik, hogy igaznak tűnjön, hogy jónak tűnjünk. Azt hiszem, a szekularitás növekedése miatt az emberek elveszítik a hagyományos vallásokba vetett hitüket, és ez együtt jár azzal az érzéssel, szekularitás felemelkedése, vagy egy új jobb vallás felé való elmozdulás az eredmény. Mert ez egy vallás, ez lesz az eredménye. A kiváltó ok az értelmetlenség elvesztésének, vagy az értelmetlenség növekedésének keveréke, amit láttunk. Dokumentálva van az abszolút és elképesztő anyagi bőségben, amit az emberek látnak. Az emberiség egy olyan egyedülálló pontján élünk, ami soha nem volt jobb. Soha nem volt jobb. Soha az emberiség történelme nem volt még ennyi ember, aki reggel felébred, és nem kellett aggódnia, hogy mit fog enni este. Így, ez a kettő vákumot teremtett az értelem számára, és az embereknek szükségük van az értelemre. Hiszem, de tényleg azt hiszem, hogy ez egy mély, nevezhetjük így szellemi pszichológia, de ez egy mély, ez egy üresség, egy üresség. Emberi állapotban gyökerezik, szükségünk van értelemre. Szeretem ezt hallani. Úgy értem, tudom a választ, de ezt hallani tőled, ezt mondom neked, amikor a magánéletről beszéltél. Teljes tiszteletben tartom ezt. Tudod, más dolgokban találok értelmet. A családomban, a tudományban, a közösségemben. Más dolgokban. De teljesen tiszteletben tartom az értelmet, amit a hitben találsz. Van egy különbség az új vallás és a szervezet vagy hagyományos vallások között, ami a katolikus egyház és a többi. Az egyik az, hogy ennek a vallásnak hívei nincsenek tudatában a vallásosságuknak. Azt mondják, hogy nem. Mi elkölcsösek vagyunk. Elkölcsösek vagyunk, és hiszünk a tudományban. Ők magasabb erkölcsi alapon állnak. Én pedig azt mondom, hogy nem, ti erkölcstelenek vagytok, mert a vallásotok alapvető gyökere az emberiség eltávolítása. A halál, a szegénység, a halál, minden, aminek az eredménye, igen, az emberiség, szóval nincs
erkölcsi alapotok, nekem van erkölcsi alapom. Másik dolog az, hogy ennek a vallásnak a nevében meg akarják mondani nektek, és nekem, hogy hogyan éljünk. És ezt már meg is teszik. Ahogy mondtuk, Európában azt fogják mondani, nem használhatjátok az áramot. Kaliforniában az áramszolgáltató hatóság azt mondta az embereknek, ne töltsék az autóikat, ne használják az energiát. Csúcsidőben, Kaliforniában, Amerika leggazdagabb államában nem lesz ez külföldi különbség, de az eredet, az üresség, ami az értelmetlenségből és a gazdagságból származik. Megértem ezeket az embereket. Mikor beszélek az emberekkel, sok emberrel beszélek. Jó emberek, őszintén, ezek tudod, jót akarnak, de nem tudják hogyan. És én azt mondom nekik, ha jót akarsz tenni, aktivista akarsz lenni, rendben, de ne legyél globális aktivista, ne legyél klímaaktivista, mert egy olyan dologra koncentrálsz, ami nem is létezik, Gaia, a környezet. Ezek misztikus lények. Ha aktivista akarsz lenni, legyél környezetvédelmi aktivista. Ez az. Válasz egy harcost, válasz egy problémát, ami a szívednek kedves, keresd meg a probléma fő okait, és harcolj a probléma megoldásáért, de sokkal nehezebb megtisztítani, mert a környezetvédelmi aktivizmus helyi és nehéz. Tudod, sok időbe, erőfeszítésbe kerül. Sokkal könnyebb elmenni egy klímatüntetésre és azt mondani, tiltsuk be a levegőben használt fosszilis tüzelőanyagokat, tegyük jobb a világot, de ezzel a világot a legrosszabb helyé tesszük. Sokkal-sokkal rosszabbá. Azt hiszem, hogy a mai előadásunk fő témáját érintettük, ami az, hogy a klímaváltozás hogyan válik új világvallássá. Ahogy mondtad, nem is tudják, nem is veszik észre, hogy újoncai egy félig szervezett vallásnak, amelynek gyökereki a babiloni, a görög, és más tanításokig nyúlnak vissza, miszerint a Föld anya az Isten, és bármi, ami az, amit az emberek tesznek, ami beavatkozik a természetben, az valójában a probléma. Új parancsok, új szabályok nem értékelik annyira az emberi életeteket, mint ahogy azt gondolják, hogy teszik. Valójában a legtöbb tettük, közvetlen következménye az ellenkezőjét mutatják. Az én szememben, ismétlem, az én hitem az, hogy a bűn gyökere az egésznek. Isten igének ellene menő lázadás a gyökere. A Biblia azt mondja Hózsás 5.15-ben, visszatérek a helyemre, amíg el nem ismerik a vétküket, és a nyomorúságukban komolyan keresni fognak engem. Hiszem, hogy a nyomorúság, amin ez a világ keresztül megy, remélhetőleg végre megérteti az emberekkel, hogy Isten annyira szereti a világot, hogy nem arról van szó, hogy gyűlöli a világot, hanem hogy szereti a világot. És csodálatos utat adott nekünk, hogy visszatérjünk hozzá a Messiás engesztelő halála és feltámadása által. Az én gondolkodásom szerint, amíg az emberek eltaszítják Istent, addig egyre lejjebb és lejjebb fognak csúszni, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek a saját pusztulásokat hozzák. Ez az én meggyőződésem. És tetszik, hogy leírtad ezt az új vallást, mert egy dolog, hogy én ezt mondom az én hitem alapján, de egy másik dolog, hogy még az is észreveszi, aki nem az én hitemet vallja, hanem egy egyetemi professzor, egy tudós, aki itt született, aki megérti, hogy többről van szó, mint amit mondanak nekünk. Szeretném megköszönni, Joni, hogy itt vagy velünk. Van még valami utolsó dolog, amit szeretnél elmondani a közönségnek? Szeretném egy pozitív üzenetet zárni, egy pozitív megjegyzéssel. Az emberek hallanak minket, és jót akarnak tenni, azon gondolkodnak, hogy elmennek klímakitüntetése, vagy ilyesmi, rendben van. Tegyünk jót, de van különbség a között, hogy tényleg valami jót teszünk, és a között, hogy olyasmit teszünk, amitől jól érezzük magunkat. Ez a különbség fontos. Szeretném befejezni talán egy üzenettel a nézőknek, és talán a fiatalabbaknak, akik hallgatnak minket. Amikor Bill Harper professzorral beszéltem, akit itt említettem, már megkérdeztem tőle, mit kellene tennünk a környezetünk javítására. Egy csodálatos választ adott, azt mondta,
Környezetünk nagy része a körülöttünk lévő emberek, barátaink, családunk, a közösségünk. Legyünk kedvesek hozzájuk, és azt hiszem ez a legfontosabb csodás üzenet. Szerest fele barátodat. Bill Harper a Princeton Egyetem, azt hiszem, Ézsaiás prófét első fejezetét elolvasta. Mikor Ézsaiás prófétát olvastam, majdnem megfulladtam, mert a könyvének első fejezete azt mondja, hogy Isten gyűlöli a vallást. El tudod képzelni, hogy Isten azért szól Ézsaiáshoz, hogy elmondja Izrael népének, hogy a vallás nem a válasz arra, hogy kezelitek egymást? Nézzétek, mit mond, azt mondja, hogy az új holdatok, ünnepeitek, amit a lelkem gyűlöl. Isten azt mondja, hogy ezek gondot okoznak nekem, belefáradtam, hogy elviseljem őket, mikor kitéljátok a kezeiteket, elrejtem a szemem előletek, mikor sok imát is mondtok, nem hallgatom meg, mert a kezetek tele van vérrel. Ezt mondja, amit Bill mondott, mosd meg magad, tisztítsd meg magad, távolítsd el a gonoszságot a tetteidből előlem. Hagyd abba a gonoszságot, tanulj meg jót cselekedni, keresd az igazságot, dorgáld meg az elnyomót, védd meg az árvát, könyörögj az özvegyért, gyere most! Gondolkodjunk együtt, mondja az Úr. Bár a bűneid skarlátvörösek, olyanok lesznek, mint a hó, és ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lesznek, mint a gyapjú. Látjátok, még a Bibliában is azt látjuk, hogy tehetsz úgy, mint a vallásos dolgokat csinálnál, ameddig csak akarsz. Ha nem törődsz a fele barátoddal, ha nem változtatod meg magad másokkal szemben, soha nem leszel képes Isten kedvében járni. Tudod, soha nem hatottam meg még a világi történelemben, de ezek gyönyörű szavak. Ezek gyönyörű szavak, és ugyanez az Ézsaiás mondta később is, hogy Isten végül megoldást adott Ézsaiás 53 fejezetében. Menj haza, olvasd el, írd meg nekem később, mit gondolsz. Ez a fejezet megváltoztatta az életemet, mint Jeruzsálemben született zsidó, zsidó családban született zsidó. Még egyszer köszönöm, Joni, nagyon tanulságos volt a beszélgetésünk, sokat tanultam, és biztos vagyok benne, hogy sokan tanultak itt még. Alig várom, hogy még több dolgot csináljunk itt a jövőben. Köszönöm, Isten áldjon, szia!